A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez 2023 első kezdőköre. Idén is célunk, hogy a fehérvári, a magyar, vagy akár a nemzetközi sportélet kitárgyalásra érdemes epizódjairól, fejleményeiről, történéseiről beszélgessünk, szabadabban, kicsit olykor oldottan, olykor vidáman, olykor nagyon kritikusan, és mindenképpen a fehérvári sportban jártas újságíró kollégákkal, olyanokkal, akik benne vannak akár a kulisszák mögötti történésekben, akár átlátják, vagy véleményük van mindenről. Természetesen ez most már, ha sorozat lennénk, azt mondanám, hogy a harmadik évad, úgyhogy reméljük, hogy méltó lesz az előzőekhez, hiszen most harmadik éve kezdjük meg ezt a műsort, és hát az idén egy boldog új évvel és olyan kollégákkal, akiknek nyilván megvannak a terveik és a elképzelései 2023-ra is. Az idei első adás vendége itt a stúdióban Farkas Szilárd kollégám, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, Beke Zsombor, a Fehér megyei Hírlap, a FEOL sportújságírója, és hát itt van velünk Horog László, aki pedig hát Horog László, és aki tegnap a Magyar Sportújságíró Szövetség gáláján, amelyet most már 65. alkalommal rendeztek meg az Operaházban, személyesen vehette át a róla elnevezett díjat saját magának, a Horog László díjat. Én most már nem tudom, 20 éve Horog László kapja. 30. Milyen volt az esemény fénye, gondolom, te csak emelted az egész, egyébként káprázatosra, már-már túl szépre szervezett gála fényét. Mondtam is a rendezőknek, hogy nagyon nagy hálával tartozom, hiszen soha nem jutottam volna el az Operaházba különben. Többen... Pedig sokszor vannak előadások, tehát olykor énekelnek, játszanak. Ahhoz én túl egyszerű ember vagyok, úgyhogy, de én nagyon jól éreztem magam. Tehát épület, építészetileg, hangulatilag egy nagyon jó szervezett gála volt. Én legalábbis élveztem, és mondom, az opera, operett, ez a világ, ez tőlem messze van. Majd nyílt színházba el fogok természetesen menni, a darabotokat megnézem, ez ma gyerekkori álmom. Elvárunk, olykor, néha szeretnénk. Mondom, ha nincs a gála az operában, akkor téged néztelek volna, aztán hát természetesen. Nagyon komoly dicséret a mi kis amatőr színjátszó csoportunknak, hogy Milák Kristóffal konkurál, és miatta nem tudsz eljönni egy előadást megnézni. De hát nyilván, hogyha már ez a gála tegnap történt, kvázi felvezette a 2023-as, illetve még lezárta a 2022-es évet, hiszen a tavalyi esztendő legjobbjai díjazták, akkor így visszatekintve nem tudom ti, hogy emlékeztek 2022-re, hogy valójában ugye tényleg eseménydús év volt, hogy ezek a páros évek mindig hoznak nagyon sok izgalmat a sportban, és hát elnézve a tegnapi díjazottak névsorát, mondhatjuk, hogy a magyar sport még mindig képes világklasszisokat kitermelni. Hogy valójában olyan nagyságrendben és olyan eredményekkel, ami mondjuk egy ilyen tényleg végtelenül impozáns gálát érdemel, vagy pedig ezzel a elképesztő körülítéssel rendezett gálával inkább azt akarjuk kifejezni, hogy a magyar sport Magyarországnak továbbra is nagyon fontos. Ez egy jó kérdés. Nektek mi az alapvető emléketek? És hogyha akár ezeket a most díjazott sportolókat nézzük, az emléketek, illetve a megítélésetek 2022-vel kapcsolatban, tényleg emlékezetes év volt? Hát, több szempontból is különleges volt, ha a sportot nézzük. Azért, ha csak Fehérvárt nézzük, a Vidinek egy kicsit érdekes szezonja volt, a Volán történelmi magasságokba szárnyalt, ezen kívül ugye rengeteg hazai rendezésű esemény volt, ugye a Vizes VB volt talán az év csúcspontja, a női pólósok meg a férfi pólósok a sikereivel, szóval szerintem nagyon mozgalmas éven vagyunk túl, a gála nagyon szép volt, néztem a tévében, nem voltam olyan szerencsés, hogy élőben tekinthettem meg, de tényleg szép volt. Kicsit kevés fején vagy egy díjazott volt, de amúgy tényleg a sport élete Magyarországon 22-ben sem állt le. Laci, neked személyesen milyen begyomásaid voltak? Ugye mindig különleges zamatát adja ilyeneknek, legalábbis
régebben én is dolgozgattam, meg forgattam ilyen eseményeken, hogy személyesen találkozni ezekkel a sztárokkal, akikkel azért évközben maximum egy-egy mixzónás interjú össze, vagy az eseményen lehet nekik szurkolni, de itt azért ők is nyilván a kommunikációs kötelezettségeiknek is eleget tesztek, interjúkat adnak, nyilatkoznak. Mennyire élték meg ezt nagy ünnepként, illetve kitüntetésként, vagy nem tudom, te hogy látod, hogy valóban a magyar sport az ezzel a gálával, egy ilyen nagy kiállítású, impozáns gálával elismerjük, hogy tényleg még ilyen magas szinten van? Szoktam ezen gondolkodni korábban, hogy Szávai Ági volt egyszer New Yorkban a 8 között, ő lett az év sportolója. Kovács Kati 31-szeres világbajnok, többször volt az év sportolója. Talmácsi Gábor volt az év sportolója, és aztán ezek mindig úgy felvetnek kérdéseket, hogy de más országokban is lezajlik ez, tehát az osztrákoknál mindig az élsportolói egy síelő vagy egy síugró, csapatsportákban nem lehet már csak alaba, tehát azért szűk emelítés, tehát a magyar sport igazából azokban a csapatsportágakban volt korábban jó, amit nagyon sok helyen nem üznek a világban, lásd a vízilabdát, és mondhatnék még sportágakat. Ez mindig egy érdekes helyzet, hogy téli olimpia, biztosra vettem, hogy Shaolang fog nyerni, de az ismert körülmények között miatt valószínűsíthető volt azt a Milák Kristóf győzelme. Úszásban van szerencsére egy igazi világsztárunk, mert aki úszásban nyer, azért az világsztár, tehát ott óriási a keresztmetszet. Más kérdés, hogy az úszást is helyére tette a foci VB, hogy Ausztráliában zajlott a rövidpályás VB, amit az egész világ nézne, és így észre se vettük, hogy ez zajlik, mert a labdarúgás oly mértékben van mindenek felett. Tehát érdekes ez a gála, és nagyon igazából nehéz igazságot tenni. Martinek Jánosra beszélgettem hosszasan, és mondta, hogy ha az eredményeket vetszük alapul, neki kellett volna nyernie, holott az első 10-hez sem kapott elég szavazatot. Ez lehet, hogy az öttusának a nem annyira népszerűségéből fakad, de lehet, hogy egyszerűen őt nem tartották arra érdemesnek a kollégák. Tehát itt vannak szavazatok, aztán most például a fogyatékos sportra, az e-sportra mi nem is szavaztunk újságírók, hiszen az valóban egy szakmai tímnek kell eldönteni, akik valóban értenek hozzá, és nem is vagyunk ebben otthon. Volt olyan adás, amikor elkezdtünk beszélni, és aztán elvittük a témát másfele, mert annyira speciális, hogy nem is nagyon szakmailag nem tudok hozzászólni, és most is, tehát kerkes székes nők, Krajnyák Zsuzsát ismerem, vagy tudom, hogy ő kicsoda, többiek kapcsán sincsenek információim. Ugye Kis Péter Pál parakajakozó, illetve Pap Bianca úszó nyerte a parasportolóknál ezt a választást. És hát mondjuk el a győzteseket, bár már itt érintőlegesen elhangzott, ugye egy Milák Kristóf lett az év férfi sportolója, Kozák Luca pedig a női, és hogyha azt nézzük, hogy valóban úszásban, illetve atlétikában adtunk, vagy adott a magyar sport világ szinten jó szereplő versenyzőket, akkor ott nem nagyon merülhet fel ez, amit te mondtál, hogy egy motorversenyző, vagy egy adott évben egyszeri nagy kiugró eredmény miatt, de ez egy állandó örök téma, és hogyha Kaiser Tomi itt lenne, akkor már vastagon és lelkesen védeni azt a álláspontot, hogy csak azok a sportok számítanak, vagy azok számítanak igazán, amelyeket világszinten milliók üznek és néznek. Tehát és a nők között Vaskata Blankának kellett volna nyernie. Igen, lehet, hogy kihozta volna. És ha valóban voltak évek, erre talán a fiatalabb kollégák már nem annyira emlékeznek, de te biztos, amikor nagyon komoly sértődések, és hát társadalmi beszédtéma lett abból, hogy melyik sportoló kapta meg. Annak idején Horváth Marian, aki most már ugye kiváló eurosportos kommentátor hosszú évek óta, párbajtőr vívóként a világ legszűkebb elitjében volt, világbajnok volt, csapattal csomó mindent megnyert, és őre emlékszem, hogy kifejezett konkrét nagy, hát nem akarom mondani egy hisztit, de nagy műsort rendezett, legalábbis hát nyilatkozatokban nem teátrálisan, amikor nem ő nyert. És a sportolók voltak, akik gyakorlatilag kikérték maguknak, hogy akár ilyen megítélés mi az, hogy egy futbolista többet számít, vagy egy jegyzettebb sportban szereplő, több szavazatot kapott, mint ő, aki mondjuk vívásban egyébként világklasszis volt. 90-es évek közepén megkapta az egyénit, és nem vette át, mert hogy a csapat nem kapta meg. Tehát ez egy érdekes helyzet volt,
eltúlzottnak éreztem akkor a reakcióját, de nyilván mindig úgy gondolom, hogy vannak olyanok, például Martinek Jani, és ő nem is értette, hogy meghívják, ott van, de mi az, hogy a tízbe sem kerül be. Tehát igen. Hát, meg kellett tölteni az Operaházat, az egy szép nagy nézőtér azért. Nem tudom, tényleg nehéz ez. Azt látszik, és ezt annak idején tényleg személyesen is megtapasztaltam, amikor részt vettem ilyen gálán, hogy a sportolóknak igenis számít. Nagyon nagy presztízs, nagyon nagy érdemnek tekintik, hogyha rájuk esik a választás. Az más kérdés, hogy nyilván nem Milák Kristóf kompetenciája megítélni, hogy mondjuk az ő világcsúcsa a nagyobb teljesítmény, vagy a rövidpályás gyorskorcsolyában egy olimpiai bajnoki cím. Ezért Magyarországon, ahol az olimpiát messze-messze minden felett kezeljük, egy téli olimpiai bajnoki címmel nem lehetett évsportolójának lenni, ez szerintem legalábbis érdekes, még úgy is, ha tudjuk, hogy a Liu testvérek azóta országot váltottak, de azt a teljesítményt Magyarországon készülve, magyar körülmények között, magyar színekben érték el, úgyhogy legalábbis érdekes számomra, hogy nem nyertek, illetve nem kaptak címet ezen a gálán. Más kérdés, hogy ha a keresztmetszetet figyeljük, akkor a Milák úszásban szerzett világbajnoki aranya azért az sokkal nehezebben megszerezhető, sokkal nagyobb mezőnyben történt, mint a gyorskorcsolya. Mert voltak olyan érzéseim, anélkül, hogy degradálnám, tehát vannak olyan olimpiai döntők, ahol úgy nyert az Ausztrál 2000-ben, hogy kiesett mindenki. Tehát olyan érzéseim voltak, nézve a korábbi VB-ket, EB-ket, olimpiákat, hogy egyszer biztosan, ha döntőbe kerülsz, egyszer biztosan nyersz olimpiát, mert biztos, hogy lesz a kiesodója a többi. De döntőbe kell kerülni. Nem vitatom nyilván, hogy itt melyiknek van nagyobb tömegbázis, csak azt mondom, hogy Magyarországon egy olimpiai bajnoki cím az mindent visz. Tehát, hogyha ha olimpiai éve van, mondjuk nyári olimpiái, és van 6 olimpiai bajnokunk, akkor nem kérdés, hogy azok közül kerül ki, és még ott is lehet sértődés, hogy miért a kajakos nyerte a választást, miért nem a vívó, vagy nem tudom, az öttusázó. Itt most volt egy olimpiai bajnokunk, ráadásul téli, ami abszolút unikum egyéniben, és nem került föl erre a listára. Tehát kérdezem, akkor a fiatal... Nem került a listára, csak második lett. Igen, igen. De hogy ti hogy néztétek ezt, meg egyáltalán szerintetek milyen ennek a megítélése? És hát amire Zsombor már ugye célzott, hogy Fehérvár, illetve Fehér megye ezúttal kimaradt a szórásból, nyilván azért, mert hát ezek a sportok, amikben mi hagyományosan jók vagyunk, itt most nem szerepeltek úgy. Kicsit visszakanyarodnék, mert én kimaradtam az első kérdésből, hogy mire emlékszem 2022-ből, és onnan közelíteném meg, hogyha... Manchester United, igen, ott kezdeném, meg ott is végezném, meg ott is, tehát a középre is azt raknám, de viccet félretéve, hogyha ezt megkérdeztük volna az utcaemberétől, hogy mire emlékszik 2022-ből, akkor szerintem, hogy fogta volna a fejét, hogy mi is, ja igen, a világbajnokság volt, és akkor a magyarok ott nem szerepeltek, de emlékszem, hogy jók voltunk, tehát ugye az angol meccs, igen, megvertük az angolokat, talán még emlékeztek volna pára, hogy sok év után megvertük volna az angolokat, és amiről beszéltünk is, hogy a foci mennyire visz mindent, vagy az olimpiai bajnoki cím, de esetleg nem a téli olimpiai bajnoki cím, ahogy láttuk most is. Hogyha megkérdeznénk a közvéleményt, akkor biztos, hogy azt mondaná foci és a magyar válogatott, de nem a teljesítmény alapján, hanem szerintem inkább a népszerűség alapján választanák ki, és az évcsapata ugye eljutunk idáig is, a magyar foci válogatott lett, az évedzője pedig ebből is kiindulva ugye Marco Rossi, de én azt hiszem, hogy ezt is csak a népszerűség vitte előre. Ha megnézzük azt, hogy 2022 legsikeresebb foci csapata, ha már labdarúgásnál maradunk, ki volt, talán a Fradit mondhatjuk, hiszen most ott vagyunk, ugye ott van a Fradi az Európa Ligában, még mindig a kieséses szakaszban, és az a történet még ugye nem is ért véget, hiszen jön majd a kupatavasz, és rég volt már, hogy ilyen magasságokban láthatunk foci csapatot. A fehérváriak esetleg mondták volna azt, hogy hát igen, megvertük a németeket egyszer itt a kupába, aztán kikaptunk tőlük, ez már egy rosszabb emlék, és gyakorlatilag így szerintem a magyar labdarúgásnak ez volt a 2022-es éve, kicsit így leegyszerűsítve. Hát igen, majd lehet, hogy egy év múlva Ferencváros átveszi a csapat elismerést, mert virít valami nagyot tavasszal még a kieséses szakaszban is. A focival nem lehet konkurálni, én azt gondolom, hogy ha láthatatlanban kellett volna előre megmondani, hogy a kategória jelöltjei közül melyik csapat fog nyerni, akkor mindenki erre szavazott volna. Már csak azért is, és azért ezt se hallgassuk el, hogy alapvetően itt újságíró voksolásról van szó, ugye ez a Magyar Sportújságírók Szövetségének az eseménye. Annak idején az aranylabdát is ugye a France Football alapította, és nagyon sokáig a sportújságírók döntötték el, hogy kik nyerhetnek. Hát a magyar sportújságírók közegben a labdarúgás az továbbra is
borzasztóan túlreprezentált, tehát ezzel foglalkoznak a legtöbben. A ma már kattintásszámra darabra mérhető eladási mutatók szerint fociról kell írni, focival kell foglalkozni. A legutolsó foci hír is olvasottabb, mint egy öttusa beszámoló. Úgyhogy nyilván azok az újságírók, akiknek érdekük, hogy erről a gáláról is sokan olvassanak, meg kattintsanak, azok a labdarúgó válogatottra és Marco Rossira szavaznak, hiszen őket lehet utána címlapra tenni. De azért azt feldobnám, tényleg csak ennek a műsornak a szűk keretein belül, hogy például egy Euroliga győztes női kosárlabda csapat, amelyik olyan teljesítményt ért el, amit előtte ebben a sportágban magyar csapat nem, az feltétlenül kevesebbet ére, mint az, hogy a labdarúgó válogatott második lett a Nemzetek Ligájában, és legyőzte Angliát. Tehát ezek persze eldönthetetlen kérdések, és már hallom Kaiser Tomi érveit, hogy hát melyiket kinézi, és hányan tartják számon. Ezt akartam egyébként mondani, most egy kicsit Kaiser Tomi is körök talán, de hogy a közvetlen közegen kívül, aki ismeri, vagy követi a kosárlabdát, és most a városra gondolok, a városnak a kosárlabda csapatára esetleg, szerintem nem nagyon sokan tudják azt, vagy még abban a városban sem nagyon sokan tudják azt, hogy mit vitt véghez az a kosár. De ez kinek a hibája? Ezt meg visszatérek rá, hogy igen, mennyire van, hibája, mennyire van sztárolva, mennyire van felfújva. Azért a kosárlabda, bocsánat, tehát itt azért nem olyan sportról beszélünk, amit Laci mondott, hogy kevés országban kevesen. Ez a világ második legnagyobb sportága. Olyan csapatokkal, olyan országokkal az élmezőnyben, amelyek a világ sportjában abszolút zászlóvivők és számottevők. És egy ilyen sorozatot egy magyar csapat meg tudott nyerni, hihetetlenül erős mezőnyben. Mindegy, hogy férfi-női kosárlabdában tudjuk, hogy azért ott is illik különbséget tenni, de mégiscsak egy magyar csapat nyert európai kupát, szóval szerintem azért ez szakmai értékében bőven vetekszik azzal, hogy a labdarúgó válogatott egyébként tényleg jó meccseket játszott. Biztos, csak még mindig azt mondom, hogy ha az utcaembere megnéz egy sportoldalt, akkor itt van a foci, itt meg így a többi, így pontokba szedve. Megnéz egy sportújságot, itt van a foci, itt meg a többi, így pontokba szedve, az első öt oldal a foci, és akkor az utolsó néhány oldalon van a többi sportág. Tehát ez pontosan az, amit te mondtál, hogy még mindig reprezentálja a sport újságíró társadalom a focit, azért, mert az eladható, és ezért is tudnak sokkal többet róla, mert ha valaki odanéz és látja ezeket a vizuális megnyilvánulásokat a médiában, vagy bármilyen platformon, akkor azt látja, hogy foci. És mindenki ahhoz tud inkább hozzászólni, de mindenkinek arról is van inkább emléke. Azért a La Gazzetta dello Sport ősszel voltam többször Olaszországban sportesemények ürügyén, és úgy egy kicsit helyre teszi ezt az egészet, mondjuk 62 oldal, 46 foci, 8 oldal Forma 1, Ferrari, 4 oldal kosárlabda, és még valami mellette. Futottak még. Jelen voltak, és az biztos, hogy tényleg a labdarúgás az mindennek feletti. Egyébként valószínűleg a futball most azért ennyire felülreprezentált, de végre van örülnünk dolgoknak. Tehát a két ebbén kint voltunk, a Fradi tényleg megérte a tavaszt, tehát itt eltelt 1986 volt Mexikó, és a gimnáziumban még akkor tartott a suli. Nem szólt másról az életünk, mint megbeszéltük a addigi történéseket, vártuk a nyarat, a július, már sulin kívül, és néztük 0-24-ben a futballt. Ahhoz képest most tényleg a magyar labdarúgásban történt valami, akkor is, ha két EB-re kijutásunkban szerepet játszott a 16-ról a 24, a két kvalifikáció, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy bravúr, és az a lehetőség, hogy most ráadásul olyan helyen vagyunk a világranglistán, hogy nem elérhetetlen most már egy 32-ről 48-ra emelésnél egy VB, és úgy gondolom, hogy reálisan a következő EB-ken is jelen kell, hogy legyünk. Tehát van végre olyan történés, ami miatt tényleg szerethetővé váltak a futballisták. Mert korábban tényleg szégyen volt, amikor egy labdarúgó elmondta, hogy NB1-es játékos, ma itt már nem tartunk. És eljött az a pillanat, amikor a mezeken most már Szoboszlai van, meg Sallai, és korábban elképzelhetetlen volt, hogy magyar labdarúgóra lehessen marketinget építeni, de ma már lehet, mert vannak olyan labdarúgóink, és tényleg a fehérvári kis Szoboszlai, ő rövidesen úgy gondolom világsztár lesz, igazi világsztár. Hát meglátjuk, biztos, hogy a foci siker az valóban sokkal hangsúlyosabban csapódik le, nem csak nálunk. Nem tudom, hogy mondjuk Olaszországgal megállja-e az összehasonlítást, hiszen ott azért világszínvonalú és gazdasági tekintetben is világméretű produkció a futball. Nálunk azért egészen másról szól, a háttér is más miatt erősödött meg, és az eredmények is nyilván ennek köszönhetően jönnek. Igen, kicsit cinikusan mondhatnám, hogy van az a létszám, ahova már talán mi is beférünk majd egy
világbajnokságra, de nyilván nem csak emiatt van erre most esély. Egyébként, hát ha már Mexikót mondtad, ugye a következő labdarúgó világbajnokság egyik helyszíne Mexikó lesz, és hát ez egy igazán szép történelmi érdekesség lenne, hogyha 1986 után először megint egy mexikói VB-re jutna ki a magyar válogatott. Nem tudom, tésztát nem szabadna enni a felkészülés során, az biztos, meg jobban kellene megtervezni a felkészülést. Na jó, hát ezzel lezárhatjuk tulajdonképpen ezt a választást. Biztos, hogy mindenki érdemei szerint, illetve érdemeinek megfelelően lett elismerve, és hát reméljük, hogy ez az év is ilyen lesz. És akkor térjünk át erre a 2023-as évre. Azzal zártuk az előző év utolsó adását, hogy mi az az első dolog, ami nektek beugrik a magunk mögött hagyott évről, mint eredmény, emlék, siker. Idén milyen várakozás, vagy miben tekintetek úgy előre, hogy ott tényleg lehet megint valami szép vagy emlékezetes, vagy miben reménykedtek? Én mindig bajban vagyok az ilyen páratlan évekkel, mert ugye nincs EB, nincs olimpia, nincs világbajnokság, a legnagyobb érdeklődése vált események, de hát azért lesz bőven idén is, amire figyelhetünk, és akár szűke pátriánkra is rátérhetünk. Hát jó lenne, ha Vili dobogóra visszatérne, szerintem ezzel minden Fehérvár egyetértek. De igen, kerüljük el a kiesést maga biztosan, középmezőn jó lesz. Nem tudom, én a jégkorongra leszek nagyon kíváncsi az idei szezonban, ugye érezt a Volán, hogy egy nagyon kiélezett bajnokságban most a playoff sikerül-e, és ott mire lesz képes a csapat, illetve majd a válogatott Tamperébe, Finnországba, a Hoki VB-n. Nálam most ez az a két fő esemény, micsoda meglepetés, de az évben. De tényleg ez, mert én most valahogy úgy érzem, hogy a válogatott szinten közel lehet az a bennmaradás. Ha tényleg a kulcsjátékosaink ott lesznek, a szakmai stáb ott lesz, összeáll újra a szurkolók a csapattal, én azt mondom, hogy ott lehet megint egy szép eredmény. Az év tulajdonképpen kirakata, illetve transzparens az, hogy Horog Laci hova fog utazni. Melyik esemény tetted be a naptáradba, mert ott tudjuk, hogy ott biztos, hogy valami jelentős fejlemény várható. Hát szeretnék eljutni az Európa Liga döntőre Budapestre. Most pillanatnyilag nagyon merész terveim nincsenek. Tavalyi év nyilván fehérváriként a Vidi szereplés egyértelműen csalódás volt. A Volán Hidro Fehérvár AV19 döntő bejutása elképesztően nagy élmény, főleg azok fényében, hogy azért itt 15 évet zártak le ezzel az ezüsttel, és a négy közé nem tudtak bejutni soha. És hatszor volt ez a csapat már rájátszás szereplő, de egyszer sem vívott kiki meccset. Tehát mindegyikre úgy emlékeztünk, hogy mennyire közel voltunk, de nem 3-3-nál a Best of 7-ből az utolsó meccset veszítettük el, hanem 4-1-re, 4-2-re vagy ott, és már 4-0-ra kaptunk ki. És most eljutottunk odáig, hogy Filakba tényleg magabiztosan a döntőig, és a 4-Salzburg meccs is nem volt lényegi különbség, de azt a pici pluszt, a játékos keret különbsége, talán a klubnak a beágyazottsága, hogy benne van a falakban, amiről beszéltünk többször, de óriási teljesítmény volt. Azóta változott egy kicsit ez az ISHL vagy a korábbi ebel, hiszen azért visszaerősödött egy Filak, újraerős a Klagenfurt. Hát itt az Innsbruck a nagy meglepetés, igen, amely vezették tud egy ilyen szezont, úgyhogy azért ők rendre a vertezőnyben végeztek. Bejött négy olyan csapat, akik jelen voltak, vagy a tavalyi elmúlt egy-két évben nem tettek bele annyi pénzt, és így most nagyon nehéz lesz. Én nem gondolom, hogy a Volán a hatba így bekerül alaphangon, de a nyolcadik helyről fel tud jönni. Az más kérdés, hogy utána már a nyolcadik helyről nagyon nehéz. Nagyon nehéz bemenni akár az elődöntőbe. És én úgy gondolom, hogy a csapat playoff szereplő, akkor még két évig előfordulhat, hogyha a csapat olyan magasságúban nem jut vissza, mint az elmúlt szezonban, de én úgy gondolom, hogy ha a rájátszást elérik, már pedig elérik, akkor megtették a magukét. Én a kosarasoktól feltétlenül várok döntőt, de én az aranyat is elképzelhetőnek tartom. Tehát 13-ban és 17-ben nyertünk kupát, bajnokságot. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat most képes lehet rá arra, hogy ismét finálét játszon, és akár nyerhet is. Visszatérünk még a kosarasokra. Szilárd, neked milyen várakozásaid hát vannak? Amennyiben a Ferencváros fogja az Európa Liga döntőjét a Manchester United-del játszani, akkor Lacinak szólok, hogy nekem is szerezzen egyet, de maga, csak maga mellé, saját maga mellé, mert az hatalmas élmény lesz ezt a két csapatot, amivel együtt nézni. Visszakanyarodva egy kicsit Fehérvárra, én azt várom, hogy amit Zsombor is mondott egy kicsit, hogy a Vidi mire lesz majd képes, folytatva a Szabics érát. Hát
fogalmunk sincs, szerintem tudom, hogy ti meg tudjátok-e mondani, hogy most mi lesz a tendencia, tehát hogy szép óvatosan megyünk ugyanúgy, ahogy eddig és középcsapatként. Most a Szabicsére az nyelvbotlás volt, vagy arra gondolsz? Bocsánat, nyelvbotlás volt, ne arra, hogy igen. Husztiérára gondoltam. Hát a Szabicsérát is folytathatjuk, de nem lenne túl jó. Husztiérára gondoltam, igen, ez nyelvbotlás volt. Ahogy Ronaldónak is volt nyelvbotlása, erre majd bizonyra kitérünk. Nem fogjuk megúszni, most már nem. És igen, azt várom, hogy a csapat mit fog nyújtani a közeljövőben, hogyha a világsportját nézzük, ugye nagy szerelmem a tenisz, Zoli és egy kicsit, bár most már ritkábban jutunk el a pályára így valamiért, de hogy Nadal mire lesz képes most az Ausztrál Open-en, ugye Alcaraz nem indulhat, mert sérüléssel bajlódik, és aztán gyakorlatilag, hogyha Ten Hag még kipöccint a csapatból Maguire-t is, akkor teljesen elégedett leszek. Hát Szilárd már nagyban gondolkozik, a világ minden tájára figyel ezek szerint. Ami nagy élmény lesz nyilván az idén, a lassan már természetesnek vesszük, hogy ugye Magyarország milyen nagy sporteseményeket rendez, ez sem volt mindig így, de most tényleg ez is ilyen gyakorlatilag profilunk lett. Az említett Európa Liga döntő mellett az atlétikai világbajnokság, amely ugye megint egy vadonatúj, fantasztikus sportlétesítménnyel, és hát a világ legnagyobb egyéni sportjának a legnagyobb mezőnyével érkezik majd, és hát figyelembe véve, hogy Kozák Luce ugye tegnap az év sportolónője lett, hogy már ennek is szólt egy kicsit, hogy az atlétika az idén azért nagyon-nagyon erősen fókuszban lesz. Úgyhogy én bevallom, én tervezem, és szeretném majd megnézni ezt az új stadiont, és a helyszínen esetleg bele szagolni az atlétikai világbajnokság hangulatába, mert ezt talán megint Laci erősítheti meg közülünk, hogy egészen egyedi, fantasztikus atmoszférája van annak, amikor, de hát mondjuk itt a Gyulai Memoriálon kicsiben láthattuk ezt most már éveken át, hogy milyen testközelből megnézni, amikor valaki tényleg 10 másodperc alatt fut 100-at, vagy kenyaiként, nyúlként robog végig 10 000 méteren. A rúdugró fenoménról nem beszélve, aki gyakorlatilag emeletes házat ugrik át lassan. Tehát, hogy olyan egyéni teljesítményeket lehet látni, amik egészen elképesztőek. Két Gyulaival, a főtitkár és az elnökkel a műsor végén beszélgettem, és kérdeztem, hogy oké, hogy augusztusban egy VB, mi lesz a memoriállal, és nem tudtak válaszolni. Én nagyon gondolom, sőt, talán biztosan is veszem, hogy a memoriál ott lesz a főpróbája a VB-nek. Tehát lehet, hogy lesz egy OB májusban, júniusban, júliusban a memoriál, és augusztusban a VB is. Én annyira nagy volumenű egy atlétikai VB, hogy kell is egy ilyen tesztverseny kvázi, ha úgy tetszik, és azt ott kell rendezni. És ezen gondolkodtam, hogy egy 30 000-es atlétikai stadion a folytatásban mit lehet kezdeni, de azt mondták, hogy visszabontják, és akkor lesz majd igazán szép, amikor valóban olyan nagyságrendű aréna lesz ott a Dunaparton, amit elbír a magyar atlétika, de úgy gondolom, hogy tényleg kell, hogy otthonan legyen, mert Diósgyőrben rendezték annak idén ezeket a magyar bajnokságokat, és már akkor se volt az a DVTK stadion igazán alkalmas olyan szintű atlétikai versenyekre, ahol ott voltak kvázi, hát nem is világsztárok, de Nagy István 10.09-et futott, volt Tatár István, tehát voltak olyan sprintereik, akik az európai, sőt a világ élvonalába tartoztak, hiszen a 10.09-el a világ leggyorsabb fehérjének számított az a magyar atléta, de aztán nyilvánvalóan az atlétika is elment egy olyan irányba, mint hogy a futball is, még annak idején a szaknévsoros Bodnár György mondta, hogy magyar labdarúgás addig volt erős, amíg nem volt benne üzlet, mindenki csak játszotta. Ahogy már komoly pénzek mentek bele, onnantól kezdve a magyar futball sem volt annyira sikeres. Megjött a pénz a magyar fociba, ismét kezdünk visszatérni az elitbe. Atlétika, de nagyon sok sportágról beszélhetnénk ugyanígy, hogy ahol igazán komoly pénzek vannak benne, ott nem voltunk jelentősek. A kosárlabda például most a nők kapcsán említettük, a férfiak kétszer kijutottak egymás után EB-re, tehát azért pénz nélkül hosszú távon csak szakmai munkával nem lehet sikereket elérni. Hát meglátjuk, az biztos, hogy esemény tehát lesz bőven, és hogyha most így január elején ki akarom tenni már hosszabb távlatban nézve a dolgokat, a pontot az év végére, én abban bízom, hogy az új égcsarnok, a multifunkcionális aréna decemberre elkészül. Hivatalosan úgy tudjuk, hogy talán nem idén, de jövő év elején biztosan meccset szeretne ugye rendezni benne már
Fehérvár, és hát az egész fehérvári sportnak, mert azért számunkra mégiscsak ez a legfontosabb, egy emblematikus, óriási dolog lenne, hiszen pillanatilag tényleg a Hidro Fehérvár talán a kirakat csapatunk, amelyre a legtöbben figyelnek, hogy nemzetközi meccseket játszik, úgyhogy hát én bízom benne, hogy 2023 majd úgy ér véget, hogy már egy vadonatúj arénában nézhetjük a meccseket. Az más kérdés, hogy ez majd megint emel egy kicsit az elvárások szintjén is, mert sokan már most úgy vannak vele, hogy hát tényleg szégyelje magát a csapat, ha nem jut megint döntőben, mert beszéltük róla, hogy az egyszeri siker az kicsit mindig megemeli a lécet. Én kicsit elszaladtak az elvárások, az néha, még magamon is érzem egy picit, hogy jaj, most csak hetedikek vagyunk, vagy nyolcadikak, de hogy megnézi valaki a tabellát, a harmadik, negyedik hely és a nyolcadik hely 7 pont választja el, nagyjából 8, tehát ez eszméletlenül szoros az egész mezőny, szóval itt tényleg bármi lehet. Akkor beszéljünk egy kicsit a kosárlabdáról, csak annyit, hogy ahogy Laci is említette, én is úgy érzem, hogy ez az idei garnitúra, ez akár alkalmas is lehet arra, hogy felérje megint a csúcsra, de elnézve a mérkőzéseket, nekem azért nagyon hiányzik az a center a palánkok alól, aki leszedi a meccsenkénti 6-8-10 lepattanót, ezt azért többször elvesztette az Alba az elmúlt meccseken, volt, hogy vereség is lett a vége. Kérdés, hogy ez hogy fog alakulni. Egyszer már föltettem itt, hogy Laci mit tud erről, mondta, hogy volt két jelölt, akivel ugye közel volt, aztán nem jött össze. Most volt olyan mérkőzés, ahol kispadon láttunk ülni civilben gyanúsan magas fiatalembert, de egyelőre hír továbbra sincs arról, hogy lenne erősítés. Egy szenegáli amerikai 211 centis, az edzések alapján szenzációs játékos, akinek nincs meg a játékengedélye. Mornár bár játékosa volt legutóbb, és papírmunkákra vár mindenki. Papírmunkákra, hát ez egy nagy papír. Nemzetközi szövetség évvégén nem dolgozik. 211 centihez már akkora papír, hogy nem fér be a nyomtatóba ezek szerint. Évvégén senki nem dolgozik, évelején sem dolgozik senki a Nemzetközi Szövetségben. A klubjával is vannak vitás tényezők, de úgy gondolom, hogy ezt elmondta Matthias Zollner is, hogy az egyetlen olyan élcsapat vagyunk, aki igazi ötös nélkül áll fel, és ilyenkor jön az, hogy a mezőnyben van három olyan játékosunk, ráadásul magyar, mindegyik válogatott, aki azért kintről jó, ha igár, hiszen az oroszlányi meccsen is, amikor Pongó nem talált be, akkor betalált Somogyi, betalált Vojvoda, és utána Pongó a végén elkezdett. Tehát a háromból kettő biztosan jól játszik, de olyan, hogy mind a három rossz legyen, azt elképzelni nem tudom. Erre még jön egy Szabó Zsolt, szintén válogatott, aki azért négyes poszton erős, a palánk alatt is megoldja a feladatát, tehát kintől is néha betalál. Hát én úgy látom, hogy mindezekkel együtt, ez valóban így van, és szerintem a magyar magban egyébként tényleg az Alba most a legerősebb. Három elképesztő, tehát tényleg akár csak a fehérvári kosár múltból, vagy ahhoz viszonyítva, három elképesztően intelligens légiós van most a csapatban. Voltak jó kosarasok, olyanok, akik olykor a saját csapattársaiknak is az idegeire mentek, mert vagy játékban, vagy emberileg volt velük gond. Én most azt hallom, hogy mind a három jelenlegi amerikai hiper-szuper csapatember, intelligens játékos, nyilatkozni hallom őket, és tényleg látszik, hogy egészen magas szintű kulturáltsággal, és emellett nagyon jó kosarasok, nyilván ez számít elsősorban, úgyhogy talán azt gondolom, hogyha emellé egy használható, és ha nem is extra klasszis, de használható negyedik légiós sikerül szerezni, akkor ennek a csapatnak nagyon sok tekintetben a kvalitásai adva lesznek, hogy döntőt játszon. De tényleg az, ha megnézzük bármelyik mérkőzést, akár a jegyzőkönyveket, nincs az, hogy egy ember dob 30 pontot, a többi meg ilyen 10-8-at, és akkor mindig van egy húzó ember. De Laci is mondott, akár a magyar magad, de akár a külföldiekre is igaz, bárki képes 15-20 pontot dobni. És ez nagyon pozitív, mert egyrészt a Zollner tudja forgatni a csapatot folyamatosan, és gyakorlatilag a 5-6 ember folyamatosan 10-15 pontokat dobál. Tehát nehéz ellenünk ebből a szempontból is készül, mert nem egy emberre kell, hanem több emberre kell figyelni. És szerintem ez lehet talán az arany kulcsa ebben a szezonban. Hát meg úgy mondani szokták, ugye, hogy a bajnokságot a védekezés dönti el. Ez az Alba, ez játszott már 6 vagy 7 100 pontos meccset, amelyiket óriási támadójátékkal imponálva nyert meg, de tulajdonképpen azért akár egy Szolnok, akár egy Falkó, de most a legutóbbi oroszlány meccset is nézve, az, hogy védekezésben mit tesz bele a csapat, és hogy működik, ez szerintem hosszabb távon döntőbb lesz, mint az, hogy hány 100 pontos
meccset játszik a csapat. Mondom ezt úgy, hogy persze Fehérváron ugyanakkor meg az a kultúrája a kosárlabdának is a hagyománya, hogy tényleg egy látványos és támadó játékban nagyon impozáns kosárlabdát játszol a csapat. Érdekes, én kiemeltem a négy magyar válogatottat. A Fillmore gyakorlatilag német, tehát ott élte az életét, ismeri az európai kosárlabdát. Quincy Ford nagyon jól játszott Szolnokon, különösen jól játszott Sopronban, hiszen a 13 meccses győzelmi szériában Oroszlán része volt. És a Dekozi kapcsán Takács Martin mondta következőt, aki az idei tavaszt, vagy immár a tavalyi tavaszt ott töltött az Zalaegerszegen, és annyit mondott, hogy annyira normális ember, és ő volt velem a legsegítőkészebb. Tehát egy amerikai színesbőrű légiós, és akkor gondolkodtam, hogy ez a három fiú, ez biztos, hogy szellemileg is hozzá tud tenni, játékban különösen, és ha ehhez még meg lesz a 2 méter 10-es, 11-es magas ember, akkor talán készik is vagyunk. Na meglátjuk minden esetre, ugye majd éppen Zalaegerszeggel játszik legközelebb a csapat itt Fehérváron. A tavalyi év utolsó mérkőzési részben persze a klub kezdeményezésének is köszönhetően telt ház volt, nagyon sok néző. Reméljük, hogy ez folytatódik majd, és a Zalaegerszeg ellen sokan nézik meg a mérkőzés szombaton. Hát 10 percnyi adásidőnk maradt, és akkor most tényleg ronáldozzunk egy kicsit, csak azért, mert még mindig úgy tűnik, hogy elég nagy húzónév. Bár például ez egy érdekes kérdés. Ha kiteszik ma Ronaldot, Cristiano Ronaldot a címlapra, még biztos rengetegen kattintanak rá. De most már egy kicsit ezzel a marketing értékkel együtt, minthogyha elkezdte volna önmaga szobrát, hát nem is farigcsálni, hanem gyakorlatilag kőkalapáccsal szétverni Ronaldo. Nem tudom, meddig tart még az a belőle kivehető pénz, vagy az ő marketing értéke, azok után, hogy elszerződött egy hát kis túlzással is, tehát a mögötti, bár anyagilag erősen megtámogatott ligába, és hát az ominózus megnyilvánulások, tehát én figyeltem, hogy Fehérvár televíziót mondjak, ne véletlenül Nándor Fehérvárt, vagy Bécsúj helyett. Őnek is sikerült ugye Szaúd-Arábia helyett dél-afrikaiként köszönteni az első sajtótájékoztatóján a résztvevőket. Szóval nagyon sok minden csinál, és sok minden történik vele, ami erősen rombolja a nimbuszát. De Szilárd kiszámolta, vagy olvasta, hogy mindeközben mennyi pénzt keres. Hát igen, ugye most a szóviccel kezdve, hogy ugye annak idején még a szomszédok volt, talán a Vágási Feri mondta, hogy ha lenne 10 000 forintom, 1, 2, 4 másodperc alatt keresi meg Ronaldo a 10 000 forintot. Szóval nem kell legalábbis hozzá, most... Nem kell ennyi hozzá. Hát attól függ, hogy éppen hogy váltják a, nem is tudom, ott eurót, maradjunk az eurónál. Szóval igen, tehát horribilis pénzeket keres, ő lett a legjobban kereső játékos. Majdnem, ha igazak a pletykák, akkor még Mbappénél is körülbelül másfélszer annyit keres, nem tudom, hogy ti mit hallottatok, de nagyon le van maradva mindenki most hozzá képest a világban. Egy szakmailag, hát ha nem is minősíthetetlen, mert nyilván mi ne dobálózunk ilyen jelzőkkel, de hát az ő karrierjéhez képest tényleg a Sufni mögött kettővel található bajnokságban. A Sufni mögött kettővel nagyon érdekeseket nyilatkozott, hogy ő ugye megígérte ennek a csapatnak, hogy oda megy, miközben ugye Jorge Mendes-szel, aki 17 éves kora óta, jól tudom, építgette az ő karrierét, menedzserként összeveszett, és már nem is ő vitte oda ehhez a szaúdi csapathoz, ami ugye még mindig nem Dél-Afrika, hanem Szaúd-Arábia, de Afrika, Szaúd-Arábia, össze lehet azért keverni. Ugye lányos zavarába gondolom most adta az első interjúját szegény Ronaldo, mert én is egy még kicsit csak csipkelődve... Még csak töri az arabot. Szokatlan szituáció. Igen, én is egy kicsit csipkelődve beszélek róla, ugye megnéztük a bemutatását, és akkor ott láttunk családi fotókat, akkor azért nem mindenki örült, ő ugye a bájmosolyt megcsillantotta, de a feleségén és a fián azért nem volt szerintem felhőtlen az öröm, hogy oda szerződött. Más kérdés, hogy milyen lehetőségé voltak még, valószínűleg nem sok. Nagyon jól mondta szerintem az egyik nyilatkozatában most Rivaldo, hogy nem a pénz döntött el, hanem a lehetőség azt, hogy hova igazoljon. Én azt hiszem, hogy nem nagyon volt máshol olyan lehetőség, ahol el tudott volna menni játszani. Én hiszem, hogy a Manchesterből azért jött el, mert nem találta ott meg magát olyan szempontból sem, hogy ő nem olyan csapatba akart, nem abban a csapatba akart játszani Európában, amit csak a Európa ligába tud indulni, ő még mindig a legmagasabb szinten próbál és akar teljesíteni. Most olyanba került. Hát most simán odaérhet azért, azt hiszem, hogy a második helyen tanyázik most éppen az Al-Nassr, vagy hogy is hívják ezt a csapatot. És akkor hova milyen nemzetközi szinten fog ő játszani? De hát egyébként... mindig érhet bajnokok ligáját, csak hát nem Európa. Biztos, hogy a lehetőségek meghatározták. Én nem tudom elképzelni, hogy ő ne
valóban európai csúcs szinten képzelte volna el még magát. Ugye láttuk a világbajnokságon is, hogy ő azért még mindig hova pozícionálja magát. Nyilván nagyon sokan a környezetében ennek kellően alá is játszanak. Hát speciál a United nem ez volt, ők ugye szívbaj nélkül tették lapátra, ami után már nyilván a sérelmekből kifolyólag mondta, amit mondott. De én azt gondolom, hogy Cristiano Ronaldo, ha rajta múlik, és a szíve szerint még mindig valahol Európában, csúcsligában játszana, az más kérdés, hogy nagyon látványosan tűnt el az az ő játékából, ami arra a szintre emelte, ahol volt. De hogy annyira nem tudom elképzelni, engem ez az egész sztori akkora csalódás, tehát hogy nem tudom elképzelni azt, hogy Ronaldo, még a mai Ronaldo szintű labdarúgó sem kellett sehova, se Spanyolországba, se Olaszországba, Angliába, bárhova, ahol... Hát itt megint az igények, nem tudom, tehát hogy ő azért nem, gondolom fizetésben, státuszban is képzelt valamit, amit azért már manapság tényleg tudományos alapon dolgozó edzők pontosan látják, hogy hogyan építhető be egy ilyen, a fizikai paramétereit tekintve azért jelentősen visszaesett Ronaldo egy csapatba, és valószínűleg senki nem akarta őt neki garantálni azt, amit ő elvárt volna. A Manchester Unitednél heti 500 000 font volt, elnézést kérek a nullákkal, itt ilyen bajról van az ember, az azt jelenti, hogy az 60 millió font, tehát éves szinten. Tehát ez valami eszement pénz, közterhek, adók, járulékok. 30 millió euró alatt ő biztos, hogy nem tárgyalt senkivel, tehát egész biztos. A Gerett Bél elment 1 millió dollárért az Egyesült Államokba, ő golfozgat, most bejelentette ma, hogy befejezte a futballkarrierjét. Ronaldo nem elég okos fiú, de ahhoz elég okos és elég dörzsölt volt a környezete. Én nem értettem azt az interjút a november végén, a szezon zárásakor. Szimplán azért született, mert ki akarta kényszeríteni a Unitedtől, hogy zavarják el, bontsanak el a szerződést, és ne kelljen transferdíjat fizetni, mert a Manchester United is azt mondta, hogy volt két éve egy 100 millió fontos játékos, egy tizet mindenki azért adjon oda, és nyilván ezt a pénzt ő elkérte a szaudiaktól. Gondolkodtam ezen is, amikor megérkezett Riádba, és bemutatták 25 ezer emberőt, és azt mondta, hogy Európában mindent megnyert, nagyon tetszik ez a projekt, de nem is nagyon mondhatott mást. Tehát nem mondhatta azt, hogy ne haragudjatok, sehova nem kellettem, de itt majd ezzel megpróbálom. És az ő számára egy nagyon jó közeg lesz, nem jártam soha Katarban, de az Emirátusokban néztem 4 bajnoki meccset és egy nemzetközi mérkőzést, azért ezek szerény futballok. Tehát a szaudi futballt sem ismerem, de az biztos, hogy... a marokkói tapasztalataiddal, amely viszont nagyon pozitív volt. Igen, de az biztos, hogy az Emirátusokban is 180 ezer ember él, aki helyi állampolgár, kvázi futballozhat, és abból van egy merítés, és az ottani élvonal az a magyar harmadosztály. Tehát tulajdonképpen NB2-es meccseket láttam, jó esetben, de inkább NB3-as meccseket. Ott ezek kicsi, azok nagyon gazdag olaj országok, de nem nagyon van merítés, azért limitálják a külföldiek számát is. Dzsuzsák Balázs sem véletlenül azt választotta. Hasonló Dzsuzsák kicsibe, mint Ronaldo nagyba, hogy neki se jött olyan szintű ajánlat. És nekem egyszer elmondta, hogy hát nyilván elment volna Hertába kevesebb pénzért, de ott Dárdai Pali nem tudta kivitelezni. Maradt az Alvada és az Alkalba, ahol ameddig tudott, futballozott nem kevés pénzért. Ronaldo egy más dimenzióban hasonló ez az effektus, de az biztos, hogy valóban az a óriási nyitó sajtótájékoztató, megérkezik a gyerekeimmel a stadionba, és azt mondom, hogy kvázi gyerekkori álmon teljesült. Ő, Ronaldo ott hibázta el, hogy az elmúlt másfél éve mély repülés, és biztos, hogy érkezni ugyanúgy tud, csak ezek az európai élcsapatok már magasra letámadnak, és ott a csatárnak is kell jönnie vissza. Mbappé-nak nem kell visszajönnie, de úgy van kialakítva a francia válogatott, hogy ő aztán tényleg maradjon ereje a sprintekre, meg ott a végén a befejezést csinálja. Ronaldo kapcsán az a gyorsaság már nincs, és a Messi is ezért tett előrébb, egyrészt két évvel fiatalabb, és a Messi kicsibe sokkal ügyesebb, illetőleg a játékban is, és rövid távon elképesztően gyors még mindig. Hát meg tud a csatárok mögött játszani, tud irányítani, megvan a játék intelligenciája. Kíváncsi leszek, ezen gondolkodtam, hogy két év múlva milyen lesz Messi, nem tudom rá megválaszolni, mert két évvel ezelőtt még Ronaldo is tudta azt, mint a mostani Messi, de ennyit jelent 35 és 37 között az a két év. Még egy picsát, egy adalék csak, hogy ugye Manchester Unitedből azért is jöhetette Ronaldo, mert ő már tudta azt, amit mi akkor még nem tudtunk, de most már tudható, hogy ugye ott is egy fizetési sapkát vezettek be, hogy 200 000 fontnál semmelyik játékos se
keressen sokkal többet, és ő azt is mondta, hogy 500 ezeret keresett, lehet, hogy a 40%-os fizetésbe valószínűleg nem ment volna bele, ő se ezt valószínűleg tudta. Hát minden esetre Ronaldo tart, ahol tart, nyilván amit elért, azt már nem lehet tőle elvenni, az egyéni statisztikai meg még javulni fognak, és majd lehet, hogy egyszer verheti amellét, hogy ő több gólt lőtt, mint Pelé, főleg, hogyha tényleg a magyar NB3 szintjén van a szaúdi futball. Ez azt is jelenti egyébként, hogy ha ő még valaha előre akar lépni, akkor akár Magyarországra is jöhet futballozni, és lehet, hogy 40 évesen látjuk majd felcsúton, mert hát az még akkor ez egy komoly előrelépés lesz. Köszönöm szépen a mai részvételt a tisztelt tagoknak. Hát bízunk benne, hogy 2023-ban is nagyon sok emlékezetes és sikeres és szép fehérvári pillanatról tudunk majd megemlékezni. Meg persze majd sokat beszélünk biztos a Manchester Unitedról és Ronaldóról is. A egy hét múlva sorra kerülő adásig köszönöm figyelmüket és viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.